Lapátolják a sódert az új szobor talapzata alá, maga a sütői mészkőből készült másfél tonnás alap ekkor még néhány méterrel odébb pihent, Apor Vilmos bronzból készült mása pedig itt a püspökvár udvarán feküdt. Az alkotó reggel 9 órától folyamatosan követte az eseményeket, talán maga a művész izgult leginkább, hogyan és mikor kerülhet végleges helyére a 230 cm magas bronzmű. Lebó Ferenc 3/4 évig dolgozott legújabb szobrán. Őről elég sok fénykép felvétel készült, és nyilván azt kellett figyelemben venni, hogy ezt az áldó védő mozdulatot jelenítsük meg, ami leginkább jellemző volt az ő személyiségére. Miután a talapzata helyére került, magát a szobrot is óriás darúval emelték meg a szakemberek. Egy ember irányított, egy pedig darúval emelte a 450 kilós alkotást. Több órás megfeszített munka után aztán Apor Vilmos bronz mása is stabilan állt a helyén. A szobrot óriás csavarokkal rögzítették, majd speciális tömítőanyagot nyomtak alá, hogy az esővíz se károsíthassa a vadonatúj köztéri alkotást. A szobor egyébként információink szerint körülbelül 14 millió forintba került, felállítását pedig a Vilkor Hungária és a Gasztonyi család finanszírozta. A város legújabb köztéri szobra néhány órás megfeszített munka árán most már a helyére került, ünnepélyesen azonban majd csak péntek este egy ünnepi szentmise után fogják felavatni. A Revita híradóban Zombai Kovács Ákos tudósítását látták.